I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Jobb kettő hosszú, majd 150, itt jobb kettő hosszú, majd 150, és sima jobb, és sima bal tőle, 150. Ebből 200. 200 végén, sima jobb, majd 150, sima jobb, majd 150, itt sima jobb, 150, 150 véges, sima jobb, sima balból, sima jobb, sima jobb, sima balból, sima jobb, majd 50, ebből... Amit fölírtunk gyorsakat, köszönő viszonyban nincs ahhoz, ami végig is megyünk. Ez tényleg arról szól, hogy le kell improvizálni. Na most az első nap nekem nem sikerült. Az első napom az első gyors felénél a jobb első lengőkarom eltört. Lejöttem még egy 10 akárhány kilométer törött lengőkarra, mint utólag kiderült törött lengőkar. Nem tudom hogy, fogalmam sincs. Az autó arra ment, amerre akart. Önálló életet élt. Nagy nehezen lejöttünk, leadtuk a menetlevelet, szuperrealizunk, de a fiúk fent a tankolózónán kívül megcsinálták, úgyhogy semmi baj nem volt. Egy ilyen bal ötös kanyar, egy kicsit nyújtott bal ötös kanyar, ott fölúszott az autó négy kerékkel, és ugye próbáltam menteni, hogy ne orral, meg ne lapjával érkezzek be a vízvájúba, hanem egyáltalán el tudjam kerülni, megpróbálom. Meghúztam egy kicsit a kézit, hát az ugye tette a dolgát, elindult a hátulja, Marika néninek megérintettük a kerítését, elintéztük neki, hogy legyen új kerítése, ott hagytuk a névjegyünket, a lökhárítót és a rendszámtáblát, hogy biztos, ami tuti, majd raktunk egy egyest, és el tovább jöttünk. Tehát, hogyha jó autó van a seggem alatt, akkor én úgy gondolom, hogy tudom kezelni a kormányt, de ez most ilyen, túléljük ezt, megpróbáljuk, most mi kimenjünk az utolsó körre, sötétben, lámpasorral, be az erdőbe, a mocsárba, a sárba, nem tudom, minek kell történnie, hogy szerintem, ahogy felírtuk a pályát, úgy jövünk végig. A lényeg, hogy megérintsem a céldobogót. Thank you.
Hát ahogy mondtam, az első körbe sikeresen odaérintettük a kocsi hátulját, nem kicsit, cserébe nagyon. Bejöttünk a szervizbe, én azt hittem, hogy kisebb a probléma, de ezt a fiúk munkáján látva vakarták a fejüket, hogy oldják meg. Hát igénybe vettük a 30 perc szervizidőt, meg a kizárásig kitoltuk azt a 14 perc 59 másodpercet, futópercre megérkeztünk a szerviz ki ellenőrzési ponthoz. Megoldottuk, elmentünk az utolsó körre, és hát ha jók az információim, akkor abszolút 47. kategória 6. helyéért jöttünk célba. És most várjuk, hogy fölmehessünk a dobogóra. Én elmondtam a rajdobogón is, hogy én szerintem ez a verseny, ez a túlélő bajnok, aki lesz. Most, hogy végig is csináltuk, és itt vagyunk a céldobogón, én azt tudom mondani, hogy tényleg mindenki megérdemli azt az óriási elismerést, hogy ide át tud jönni és át tud haladni a céldobogón. Én is, ugyanakkor viszont én nagyon-nagyon lemondanék erről a fiúk javára, mert ha ők nincsenek, akkor én már ezt, hogy mondjam, tehát a szerviz, amikor eltelt a 40. perc, én azt mondtam, hogy vége. Tehát nem tudunk tovább menni, nem tudjuk megoldani. Ők, én már feladtam, ők azt mondták, hogy nem, akkor is ki fog menni az autó és célba fogunk érni. Lásd! Tehát én vagyok a gyengébb, le lettem szavazva, viszont itt állunk a célba. Megint nekik volt igazuk, óriási elismerés, óriási munka, amit csináltak. Én nem tudok, nem szoktam ilyet elmondani, mert nem publikus. Kijöttünk a szervizből, elindultunk az etapon, a kihangosítónk rajta van a fülesen, visszahívtam a fiúkat, fölhívtam őket telefonon, mondtam, hogy hangosítsátok ki a telefont, és hát most is elérzékenyülök. Zokokban mondtam nekik, hogy köszönöm.